nem látod magadat esetleg most még tíz év múlva a pálya szélén vezetőedzői pozícióba, hogy Elek Gáborral egymásnak estek <gül> egy kérdező <laughs> Nem, 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 nem ö, semmi baj még az edző szakmával. Én nekem az egyetlen idézőbb bajom vele, hogy, ö, hogy, egyrészt ugyanazt az életet éli, ugyanúgy ott vagy edzésen, ugyanúgy nincs hétvégéd, nincs ünnepnapod, edzettábor, stb. Plusz, még otthon is. Plusz, plusz ugye egy edző most dolgozó, most egyik nap mondjuk elegálva Budapesten kirúgnak, és akkor utána mi. Persze nagyon szép szakma, meg stb., de, de az edző kérdésben én, én azt mondom most, hogy ez szinte kizárt, hogy én edző legyek. Pedig hogy jó edző lennék. Ez itt a középkezdők. A középkezdők. A középkezdők. A középkezdők. A stúdióban Apjog Gergely és Pató Márton a középkezdők, amelynek a működését mostantól a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatja, és most először egy igazi, profi, élvonalbeli sportoló a vendégünk, Lékai Máté, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket. Nagyon köszönöm a meghívást. Most ráadásul nem csak, hogy profi és élvonalbeli sportoló, hanem nagyon aktuális is az, hogy te egyáltalán eljöttél hozzánk, mert hiszen az, hogy átigazoltál a Veszprémből a Fradiba, még most is egy nagy hírnek számít, pláne, hogy nemrég volt az első meccsed a Fradiban a nagybánya ellen, és még a búcsúztató is most volt Veszprémben. De kezdjük először akkor a, a, a Fradival, és utána még visszatekintünk a búcsúra, mert azért azt tényleg szerintem több szót is megér. Milyen volt Nagybányán? Európa Liga, selejtező első mérkőzés, kicsit egy jellegű volt, mert hát sima győzelem született. Nem, egyáltalán nem. Ez a Nagybánya egy nagyon-nagyon jó csapat. Ettől függetlenül is, hogy mi lett a végeredmény megmondom őszintén, hogy én kisebb arányú győzelmet is aláírtam volna a mérkőzés előtt idegenben, tehát egyáltalán nem edző mérkőzés, tényleg nagyon jó csapatról van szó, jó játékosokkal, de nagyon jól játszottunk, főleg a második fél időben. nagyon jól összeállt a, védekezés, a támadás, kapuban egy extra teljesítményünk volt a Borbély Ádám személyében, úgyhogy 20 védéssel nyilván bárki ellen jó esélyünk van, ez nem egy megszokott az érkezőm, hogy 20-at véd egy kapus, de, de nem baj, hogy így történt, úgyhogy egyre boldog vagyunk, de nyilván ez az első mérkőzés volt a visszavágó vasárnap lesz, 4 órakor. Remélem, hogy jó hangulat lesz a Fradi pályán, az lesz az első hazai tétmérkőzésem, sőt az első hazai meccsem is, mert edzőmérkőzéseken se játszottam otthon, úgyhogy bízom benne, hogy az is jól fog sikerülni, és, és bebiztosítjuk a továbbítást. Azt hiszem, hogy azért sok olyan hallgatónk van, akik nem feltétlenül vannak azzal tisztában, hogy az Európa Liga igazából hol is helyezkedik el, vagy mit akar, hiszen azért elsősorban, amikor a klubkézi beszélünk, akkor nyilván elsősorban a BL az, ami legelőször felmerül. Az Európa Liga, azt úgy kell elképzelni, mint mondjuk a foci rajongóknak szintén az Európa Liga, tehát ez a második számú kupasorozat? Konkrétan így, igen. A fociban is ugye volt régen a UEFA Liga, vagy UEFA Liga a Kek. UEFA Kupa, meg a Kek, és ugyanez volt a kézalabdában is, és a kettőt ugyanígy összevonták, és akkor ebből lett az Európa Liga ez a selejtezője van, még egy selejtezőkör, és utána jutsz be egy csoportkörbe, mint a BL-ben, ugyanúgy lesz ott is 10 meccs, hogyha bejutsz, tehát hogy ugyanúgy erős csapatokkal, mert azért vannak olyan országok, mint a fociban is, ahol adott esetben, aki nem jutott be a BL-be, de mondjuk Angliából, vagy, vagy Olaszországból, vagy Franciaországból, vagy Németországból, azért vannak még erős csapatok, tehát kézabdában is. Azért tényleg Németországból, vagy Franciaországból, aki nem jutott be a BL-ben, mert rá, itt csak két csapat jut be, mint Francia, mint Németországból, a harmadik, negyedik az itt indul az Európa Ligába, aki adott esetben tavaly még lehet, hogy még BL döntött játszott, vagy egy BL négy között volt. Tehát sok, nagyon jó, sok jó, jó csapat van. Ö a sorsolástól is azért sok függ, hogyha tovább jutunk, hogy, hogy lesz -e reális esély arra, hogy bejutunk el a csoportkörbe, mert mint mondom, tehát van olyan mondjuk, mint a Montpellier, aki négy éve még azt hiszem bl nyert, vagy a Flensburg, aki német bajnokságot meg azért évek óta ott van a, a top mezőnben, őket is kaphatjuk a következő körbe az Európa Ligában, mert ők úgy szerepeltek a tavaly a bajnokságban, hogy ők nem automatikusan csoportkörösek, hanem ők csak a második selejtező körben, amiben kell kapcsolódniuk, úgyhogy ez, ez a második legerősebb baj, ö, sorozat de ugyanúgy, mint a fociban, tehát összevontak két sorozatot, úgyhogy ez egy nagyon erős sorozatnak tekinthető. És mennyire volt fura, ha egyáltalán fura volt neked, hogy az egyik szezonban még Párizsban, vagy Barcelonában lépsz pályára, a gondolom, de, vagy gondolom, egy, a vagy Final Kölnben, és utána pedig most uh, nagy nagybányán volt a mérkőzés, ahol gondolom, hogy azért nagyon jó hangulat volt, de, de nyilvánvalóan ez azért egy másik osztály. Hát meg nem BL, hanem Európa Liga. <laughs> Nyilván igen, azért uh, azt látni kell, hogy a BL-ben uh, ott vannak a top csapatok, de például láthatjuk, hogy ők következő körben a tovább jutunk, megkapjuk a Flensburgot, tavaly a Veszprém, játszottunk, és akár Flensburgba ki is kaptunk, de, de nyilván azért más volt, meg más a, a célkitűzése azért a, a, a Ferencvárosnál, hogy mi, mit érjünk el a Nemzetközi Kupában, mint mondjuk a Veszprémnek. A Fradinál szerintem mindenki iszonyatosan boldog lenne, ha bejutnánk a csoportkörbe, míg Veszprémbe tehát kimondva kimondatlanul az a cél, hogy végre elhodítsák a, bajnoki, a bajnokok ligája erleget, de, de ettől függetlenül mindig az adott mérkőzésen kell a maximumot nyújtani, aztán meglátjuk, hogy ez mire elég. egyelőre boldog vagyunk ezzel az első eredménye, mert tényleg azt gondolom, hogy az egy, egy jó csapatot sikerült nagy arányjal legyőzni most Romániában. Jó, mondtad, hogy a bajnoki címnek is örülnének most Veszprémben, mert hogy azért mégiscsak az én földjeim hódították el legutoljára a bajnoki címet. De még lehet, hogy erre a kis uh, Szeged Veszprém ellentétre visszatérünk, de kanyarodjunk vissza Veszprémbe, mert azért tényleg az elmúlt napok, hetek aktívan alakultak abból a szempontból számodra, hogy például volt egy meglepetés búcsú veled, egy moziban ráadásul, és aztán egy hivatalos búcsú is, ami tényleg teljesen könyvfakasztó volt legutóbb vasárnap, ugye, mikor ez az, az adás kikerül, akkor ez már több napja történt, de jelen esetben tegnap. Mesélj ezekről, hogy milyen élmény volt majd ennek kezdve a, a, mozissal. Mi történt? Hát ugye az én távozásom kezdeném az elég gyorsan történt, és váratlanul mindenki számára, a számomra is, úgyhogy ezért nem volt idő elbúcsúzni se a csapattársaimtól, se a szurkolóktól, se a klub nem tudott engem elbúcsúztatni, úgyhogy Úgyhogy ez a tegnapi búcsúztatás, ami a klub részéről volt, ez, ezt amikor elmentem, akkor jelezték, hogy itt szeretnének majd engem elbúcsúztatni. Ami a szurkolókkal történt, az, az előtte lévő hét pénteken volt, az teljesen váratlan volt el a számomra. A párom a Ramónával megbeszéltük, hogy elmegyünk egy szimpla pénteki mozira, valami folyamirákok rákok élete, aztán valami ilyen filmre. Van ilyen. Én, Dalolgatnak. Én, 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 én mondan, plémbe, gondolom. Így, így, van, így van, tehát meg kellett fűzni azért, hogy erre a filmre menjünk, mert aztán Brad Pittnek is ment a filmje, nem, nem tudom a címét, de mond, utoljára, amikor ilyen című filmre beültem, az a három óriás plakát ebbing határába voltam, ami szerintem zseniális volt, úgyhogy mondtam, hogy hogy akkor jó megfűzött ezzel, hogy talán ez is jó lesz, és akkor beültünk, és, Olyan. és akkor beülünk, és akkor bemegyünk a moziterembe, és te tele volt a mozi, kiül be ide péntek este, augusztus 20-a hétvége volt, kiül be péntek est, erre a filmre telt hát, és ötödik sorban ülünk, és akkor mondja ja, arra, hogy szerintem tök jó ez a hely itt, minden tök jó, hát mondom, igen, csak négy sorban rosszabb nála a teremben. <gül> <gül> és, akkor, és akkor mondja, de hogy ez itt tök jó, neki mindent jól látni nem no, mondom, jó, és akkor lementek a bemutatók, stb. És akkor kijött a, kezdődött volna a film, és akkor kijött, hogy azt hiszem, a Univerzálnak a logója, hogy a Földgöm is, akkor beúszik el, és akkor beúszhat a Veszprémi szurkók Egyesületen. De hát én annyira nácsosba voltam, hogy ez fel se, fel, fel se tűnt nekem. És, 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 és akkor mondom, hát biztos, hogy ők hozták be Magyarország, ők forgalmazzák, vagy nem tudom ezt a filmet. És akkor utána megjelent, hogy régen egy messzi, messzi galaktikus, és még ott se esett le, mondom, egyszer volt ilyen az életem, hogy rossz, rossz filmet raktak be, a, még az Eurocenterben. És akkor beraktak még egyszer egy rosszat, és akkor sikerült eltalálni a filmet, de ez már tényleg az jó rég volt, és gondoltam, hát most is ez történt. És akkor utána beúszott a 66-os, meg a, meg a szokásos Star a kezdő jelenete, és akkor a, a teremben is mindenki elkezdett Lékai meg tapsolni, és akkor, akkor állt össze így a kép, és hát az... Amikor Lékai és tapsolni, akkor összeálltak. Igen, hát a te mentek, akkor már gyanús Igen, van, viszonylag nem fogja átverni engem, rák. igen, tehát abszolút. De, de az nagyon nagy meglepetés volt, tehát az, az komoly szervezés volt, mert én nekem még edzésem volt délután, a odaérek -e ott, ott nagyon elérzékenyültem, ami nyilván és nagyon jól esett, hogy ennyien eljöttek, tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt, és ez egy felejtetetlen pillanat. És akkor rá most tegnap volt augusztus 20, nem is tudom, -án, 28 án a klub általi búcsúztatás, ami szintén fantasztikusan esett, a, hogy egy nézők, nem is tudom, négy ezer ember ott tapsolt állva, és éneztek, és hát elbúcsúztam így a, a Veszprém Arénától, így végleg nyolc év után sajnálom, de, de hát az élet ilyen megy tovább. Ö, amikor először volt hír a nemzeti sportban, amit én még mindig nem tudom miért minden nap megveszek, valamiért van egy ilyen fétisem. Az első hír még az volt, hogy Lékai Máté külföldre tart. Ennek milyen realitása volt, illetve miért pont Budapestre jöttél vissza, illetve ha azt nézzük, akkor ugye egy körről is beszélhetünk, hiszen ha jól emlékszem, akkor a Plerből indult el. Így van, így van, így van. Ö, volt realitása, hogy külföldre, még rengeteg külföldi ajánlatom volt, és nagyon-nagyon jó csapatoktól is. Ö, az egyetlen oka, amiért nem külföldre mentem, ö, hogy a családom olyan, olyan későn realizálódott ez a helyzet, hogy én nem maradok veszprémben, mert nem lesz játék lehetőségem, hogy én eligazolok. Hogy, hogy akkor már a családommal nem tudtuk volna megoldani, hogy ők is jöjjenek velem, és én azt viszont már nem vállaltam be, hogy a családomat ne lássam egy évig, mert azért Azért azt, hogyha mondjuk játszol egy BL-ben külföldön, az azt jelenti, hogy szinte sose tudsz hazajönni, mert amikor meg pihenőd van, akkor meg válogatott már vagy, tehát szinte sose látod a családodat. Nyilván az én feleségem dolgozik, tehát neki őt is szerződése van, stb. stb. A fiamat se lehet csak úgy ugráltatni, óviba jár, megszokott egy környezetet, úgyhogy mivel ez olyan későn történt, ezért a külföldi opciókat én megköszöntem, de, de azonnal is utasítottam, vagy mondhattam azt, elmondtam az indokaimat mindenkinek teljesen őszintén, és mindenki meg is értette. Szerintem mindenkinek első a család, és akkor ezek után csak Magyarország maradhat szóba, vagy maradhatott, a jöhetett szóba, és ö, itt pedig a lehetőségek, itt is volt több ajánlatom, de itt meg valamiért úgy éreztem, hogy a, a Fradi nekem a jó választás, úgy éreztem, hogy nagyon akarnak, nagyon szeretnének. Én is szeretnék ide jönni, ismertem sok játékost a csapatba, az edzés is, a beszélgetés alap, alapján úgy éreztem, hogy, hogy nagyon boldog lenne, hogyha ide jönnék, úgyhogy, és hát nyilván nem utolsó szempontból azért is, mert a, az én feleségem itt dolgozik, tehát hogy nekünk ez így, ez, ez is számít már nyilván az életben, nem csak azért, persze a sportszakmai szempontok a legfontosabbak, de azért nyilván vannak már, van egy családom, van egy feleségem, tehát ezek is számítanak, úgyhogy így állt össze ez a történet. Ha lehet, ha hamarabb tudom meg, hogy hogy ilyen szerep vár rám jövőre Veszprémben, akkor, akkor lehet, hogy, sőt, biztos, hogy akkor meg tudtuk volna oldani, hogy, hogy akár külföldre is eljön velem a család, de, de mivel ilyen nyár, nyáron tudtuk meg, csak nyár közepén, úgyhogy így nem tudtuk már ezt megoldani. De nincs benned rossz hisz, hogy ide kerültél. Jó, nincs benne, kerültél. Nincs, nem rossz egyáltalán nem a, a Fradinak csak hálás lehetek, meg tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ott vagyok. Abból a szempontból azért van egy pici persze, hogy nem gondoltam, hogy az utolsó meccsem lesz az utolsó meccsem Veszprémben akkor még. Tehát, hogy ö, ö, nyilván, amikor egy játékos tudja, hogy vége a szerződésének, akkor azért úgy felkészül a lelkileg, stb., hogy, hogy az az utolsó, is, és, és, és utána vége. De én ezt nem tudtam még az utolsó mérkőzésen. Ez, ez bocsánat, csak hogy ez abban a szempontból is érdekes kérdés azért a válogatott szempontjából, hiszen nyilvánvalóan ott se lehet tudni sose, hogy mikor van az utolsó mérkőzés, de hogy látod a válogatottban a jövődet? A Fradiból ugyanúgy be lehet kerülni, mint a Veszprémből, minden ajtó nyitott, vagy pedig innen azért ö, nehezebb, illetve ide kapcsolódik az is, hogy a Fradit a magyar férfi kézilabda térképen azt hol kell elhelyezni? Most e, szerintem. Akkor kezdem során, mert Szerintem bármelyik csapatból be lehet kerülni, csak olyan teljesítményt kell nyújtani. Tehát, ö szerintem mindenki előtt nyitott van a válogatottnak az ajtaja, a Csema szinte ismer mindenkit itt Magyarországon, aki, aki, játszik a fiataloktól kezdve az öregekig, egyedül a teljesítmény számít szerintem. Azért Európa Ligás csapatról beszélünk a Fradinál is, tehát hogy ö, sajnos a magyar kézabda azért még nem tartott, hogy mindenki a BL-be játszon, és mindenki meghatározó legyen BL csapatokban, ö, de tényleg szerintem a teljesítmény számít a válogatottban csak, hogy, hogy ki játszik éppen, vagy ki van keretben én megbízom benne, hogy az olyan lesz, hogy be tudok ezzel kerülni. Nyilván ez is, ez is szempont volt az átigazolásnál, hogy vagy játékban legyek, és, és euh, érezem a bizalmat, stb. stb., hogy, hogy jobb formában legyek, hogy tudjak segíteni a válogatottnak. A második kérdés hogy mi is volt, Geri. A második az az volt, hogy a Fradi most hol helyezkedik el, tehát ja, azt nézzük, hogy... Tavaly negyedikek lettek a bajnokságban, ami az elmúlt évek egyik legjobb eredménye volt, és ezzel vívták ki a nemzetközi kupaindulást. Én igen. szerintem idén és ez a minimum elvárása a, a csapattal szemben, de mondjuk a rejtett célokban biztos benne van az, hogy a dobogóra is fellépjünk. A Tatabánya lesz, meg a a, azt gondolom a két legnagyobb betétárs. A Tatabánya nagyon jól igazolt, nagyon sok játékost, ugye egy tőkerő szponzor van mögöttük a MOL személyében, a névadó szponzor is, úgyhogy nagyon jó játékosokat igazoltak. Nagyon nagy versenyfutás lesz, nyilván ők annyiban is előnyben vannak, idézőjelben előnyben, hogy hogy nekik nincsen Európa Liga, ezáltal csak a bajnokságra tudnak koncentrálni, ami azért néha szokott előnyt jelenteni, mert, mert a sok mérkőzés kis kerettel azért az nagyon nagy megterhelés, a játékosoknak meg, meg nyilván sérülésfaktorban is nagyobb veszélyt jelent. De ha már válogatod, azért most már te és Mikler Roli vagytok a legrutinosabb játékosok a, a keretben. De hogy látod ennek a keretnek és a csapatnak a jövőjét? Mi lehet a cél akár mondjuk a jövő évi VB-n? Netán Párizsig ellátsz? Tehát te látod még azt, hogy a következő olimpián is azért te a csapattagja lehet? Már nyilván, amennyiben a sérülések nem hátráltatnak? Nekem mindenképpen ez a, cél? ez a célom. Igen, igen, én a Párizs Olimpiát tűztem ki célul a válogatottban. De nyilván, ahogy mondtam, a Gerének az azt számít, hogy hogy játszol. Tehát, hogyha ügyetlen leszek, akkor nyilván nem leszek válogatott, de én szeretnék úgy teljesíteni, hogy a válogatott hasznára gyerek, és ott, ott tudjak lenni. És hát igen, Párizs a fő célén egyszer már megadatott nekem, hogy Rolival, vá... Roli vagyunk már csak ketten a válogatottban, akinek az sikerült, de Londonban ott lettünk, és, és hát az egy életünk élménye szerintem minden szempontból. Azóta is azt gondolom egyébként, meg hogyha beszéltek szerintem sportolókkal, aki ott volt, hogy talán a legjobb olimpia volt valaha minden szempontból, Európában, legalábbis a magyaroknak. Európában volt, rengeteg magyar szurkolóval, egy nagyon jó szervezéssel, jó, minden közel volt, minden jó volt, ö, tényleg fantasztikus volt. Ö, sajnos ugye Rio az időeltolódás van, akkor, a, tehát tényleg az volt megállt az ország, szerintem amikor Londonban volt az olimpia, akkor még a foci nem jutott ki világversenyre, tehát akkor még az sem volt, vitt el így az országot. A másik, most nem azt mondom, hogy elvitte, de nyilván a focit nem lehet összehasonlítani semmivel, tehát ez, az, az mindenek felett van akkor mindenki az, minden az olimpiáról szólt abban a időszakban, és, és tényleg olyan videók volt, volt, volt olyan a Szigeten, azt hiszem a Kóth tehát konkrétan megállt a roh, napközben minden, és nézték egy kivetítőn az egész az olimpiát. Tehát, hogy az, az annyira jó volt, hogy ott lehetünk, hogy az tényleg életem egyik nagy élménye. És hát ezt szeretnénk Párizsban is, mert azért azt sem lenne rossz még egy európai olimpia, amikor nincs ideeltolódás, ki tudnak jönni könnyen a magyarok, stb. stb de, de azt látni kell, hogy van nagyon nehéz oda jutni. Tehát először jó kell szerepelni egy vb n utána egy Olimpiás sejtőzőn, és akkor utána jut csak ki. És hát nem mi vagyunk az egyetlen csapat, aki oda szeretne jutni. A kérdésedre a válasz az egyértelmű cél az olimpia, amire a vb n keresztül vezet az út, ahol egy nagyon nehéz csoportba kerültünk, de a cél az az, hogy az olimpiai sejtőzős helyet kivívjuk. Az át elvileg hivatalosan az egy hét, de általában nem, az első az hét a, csapat kerülhet ki az igen, olimpiára. Így, nem egy hétig tart a kvalifikáció. Nem, nem, igen, nem, hogy egy elsőtől hetedik helyig jutsz ki az olimpiai sejtezőre, de általában az egy elsőtől nyolcadikig, tehát mert a, a győztes az automatikusan kvalifikál. Nagyon nehéz lesz, mert a tényleg a csoport az, az nagyon nehéz, sikerült a sorsolás után. De hát, ahogy szokták mondani, hogy ha el akarod érni a célodat, akkor azt kell megverni, aki szembe jön nyilván a válogatott szempontjából is vannak már sérültek, akik valószínűleg nem lesznek ott. A Máté Dominik, aki biztos, hogy nagyon nagy veszteség lesz, nem hiszem, hogy rendbe fog jönni addig a térde szegénynek. A Fazekas Gary is, aki lehet, hogy még nem lett volna meghatározó játékos, de nagyon-nagyon tehetséges, és ő is most sérült, én nem tudom, hogy, fel fog épülni addig, úgyhogy, úgyhogy keresztül úszhatja akár egy sérülés, és ez egy ilyen, egy ilyen álmot. Ha már viszont emlegetted ezt a csoportot, azért tényleg olyan ellenfelek vannak benne, akik ismerősek is. Izland, és akkor már Londoni olimpia, tényleg ott hármat lőttél ellenük, most megnéztem a statisztikát, tehát ez szerintem tényleg lélegzetelállító állító élmény lehetett. Én pont, te emlékszel, hol nézted a, azt a meccset? Mert vannak olyan meccsek, amire az ember emlékszik, hogy, hogy, hol látta. Te nem néztél kézlabdát. De néztem azt a meccset, de nem emlékszem, hol néztem. Én Pirámban voltam, Szlovéniában nyaralni, és hát ott azért nem volt egyszerű az Izland-magyar kézi meccset elcsípni. Hát, még az m, m vagy akkor nem tudom, voltam már négy, mert akkor is azt nem, a nem, nem, először nem is volt. csak. Csak uh, utána kapcsoltunk be. Mondjuk Kajaknál nyertünk két olimpiai akkor mindegy. <gül> <gül> De én egy, egy, egy kis, kis kocsmában végre volt egy ilyen 6x6 cm-es tévé alatták, és a, 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 a hosszabbításra sikerült odaérni, hogy pont a legjobb részre. Az, az nagyszerű volt viszont, ugye most tehát megint Izlanda, Portugáliával és Koreával vagytok egy csoportban. Izlanda rád Izlanda kéne venni az idei EB meccs után, és Portugáliával is egy nagyon szoros meccset játszott a magyar csapat akkor uh, itt ez gondolom csak hajt mégis a vágy titeket. Hát nem is a bosszúvágy az, hogy vagy elérjük ezt a célt, tehát szerintem mindenki, pláne a fiatalok, akik még nem voltak az olimpián, egy sportolónak kézlabdában, mert nyilván mondjuk fociban vagy teniszben nem biztos, hogy az olimpia a csúcs, de, de, de minden más sportban az olimpia a csúcs. Tehát, hogy a legnehezebb oda jutni, de a legkönnyebb ott jó eredményt elérni kézlabdában, de de mindenkinek ez az álma, amikor elkezd sportolni, egy olimpián ott lehessen tényleg egy, egy, megnyitón, egy, 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 a magyar címerként. Tényleg egy olimpia, ami nem használható össze semmivel. Én voltam EB-n, olimpián, bármit elcserélnek egy olimpiáért. Tehát, hogy tök más, mint minden más világverseny. Egyszerűen ott laksz az olimpiai faluban, több ezer sportoló, mindenki a világ legjobbja az adott, adott sportákban. Tényleg ott láttad a testközelből a legnagyobb sztárokat, egyszerűen óriási, óriási élmény ez. Úgyhogy nem hiszem, hogy bosszú vágy, egyszerűen csak ez a, ez a motiváció az, hogy az olimpiáról szól már ez a, ez a torna, és, és hát mondjuk jelen esetben nekem, vagy a Rolinak valószínűleg az utolsó ilyen esélyünk, hogy az olimpián ott is legyünk. A, azt hiszem, hogy az olimpia egyértelműen az első számú sorozat, azt követi a világbajnokság, de ugye pont most már Marci fölemlegette, hogy idén volt itthon egy EB ami azt gondolom én a, pont az izlandiak elleni meccsen voltam kint, és a hangulatra egyáltalán nem lehetett panasz, nagyon-nagyon jó volt szerintem. Ti hogy éltétek meg ezt az idei ebbét? Milyen volt itthon? Hát itthon fantasztikus volt, tényleg nagyon jó volt a ennyi néző előtt, meg ilyen jó új csarnokba játszani. Nyilván az eredmény az nem, nem úgy alakult, ahogy mi szerettük volna. Kézzel azt tudni kell nyilván, hogy az Európa-bajnokság a legerősebb torna, mert a Európában játszák főleg ezt a sportot. Nagyon Nüanszok, nyansok múlt ez az egész történet. Szerintem, hogyha tízből tízszer játszanak, még egyszer egy csoportot, tök más eredmény lenne minden szempontból, tehát a többi mérkőzésen is. Nagyon nehéz volt megélni ezt, mert nyilván nagyon sokat készültünk arra, hogy egy jó eredményt érjünk el itthon. Szóval... Lehet ez teher amúgy? Itthon játszani? Sok ember mondja, hogy igen, én, én személy szerint én, én, engem motivál az, hogyha ilyen, ilyen hangulatban, ilyen adrenalinban játszom. Én szeretek idegenben is játszani, mondjuk elmenni egy várdárszkopjéhoz, ahol a nyakunkba ugranak kávé, én azt is szeretem, mert, mert sokkal jobb úgy játszani, mint hogyha így, még... így tapsikolnak csak az emberek. Én azt szeretem, hogyha ilyen tényleg jó hangulat. Sajnos tényleg nem úgy sikerült. Nagyon sajnálom ezt már nem tudjuk visszahozni sajnos. Utána, hogyha mondjuk ez már csak a sluszpoin, hogyha tovább jutottunk volna én, akkor utána ugye az egész ebéd kihagytam volna, mert pont másnap covidos lettem. <laughs> Úgyhogy, de, de nyilván az, azért akkor is jobb lett volna tovább sajnálom tényleg ez, hogy így alakult. és is szomorúak voltunk, és, és nem így terveztük, mert nem is szerettük volna. Az okokat sok, sok mindenki elmondta már, hogy szerintem mi az oka. Meghagyom nekik ezt a terepet. Hát meg mi nem is egy ilyen mély szakmai jellemző podcast vagyunk, pláne nem a mi kézilabda hozzáértésünkkel, de aki ért hozzá, az mondjuk Nagy Laci, és ő még pár éve nyilatkozott olyat, hogy, hogy az ő generációjuknak lejárt az ideje, sőt, ő idősebb is, mint te, de hogy érzed, hogy volt egy ilyen generációváltás, ami úgy ment végbe, hogy ezt te közelről szemlélhetted? Igen, a kézilabdával mindenképpen, volt egy... Laci generáció, meg volt egy 84-es születésű generáció, a Császár Gáborék fémjelesztő generáció, akik adták a válogatunk magját, és, és, akkor hozzájöttem én, meg egy-két játékos, és akkor, és akkor, ebből a generációban a Laci más jó, már senki nincs, és a 84-es is csak a Roli, egy, aki kapus, a kapusok ugye tudjuk, hogy az egy más, más kávéház, úgyhogy mindenképpen volt egy ilyen generációváltás, és még azt gondolom, lesz is, mert ahogy láttam most a juniori fi játékosokat, biztos, hogy lesznek olyan játékosok a váltotban, mint például én, akkor akit kirúdosnak majd a fiatalok. De ez, ez a rendje. Így van, így van. Én meg az a rendje, hogy én meg nyilván megteszek mindent, hogy ne rúdossanak ki, de, de ez így van. Tehát egymás sarkajuk minél jobb teljesítményre bízom benne. H hogy emlékszel vissza a Veszprémmel vívott Final Four-okra? Azért volt belőle egy pár. Mik, 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 volt, mik volt, melyik volt a legjobb? Van, van kedvenc élmény? Van még valami jó kérdés? Az meg a Final van, old? Van, van. <laughs> Nem viccelek. A ő... Pixegednek még hát, a sem azért adatot, mint Há három érem, azt hiszem, hogy az, azt, azt szerintem azért... Fradi, van elérhetni mondjuk akár a foci csapát is. Hát, három bélye. de hatszor voltam ott a Final Four-on. még egy bronz is és három, negy, vagy hogyan? Három, négy, és két negyedike így van. Hát az szörnyű. Tehát, hogy az, az biztos, hogy a... Sőt, hát most már ezt majdnem, majd, hogy nem kijelentő módban is mondhatom, ha már ki tudja. Tényleg ki tudja, mert azért ki tudja, mit hoz a jövő, de, de valószínűleg én már B.A. nélkül fogom a bajni a karrieremet, ami, ami visszagondolva biztos, hogy óriási csalódottsággal fog eltölteni, mert többször ott álltunk a, a kapujában, volt, amikor nagyon-nagyon közel, volt, amikor közel, volt, amikor nem annyira közel, de, de, ez biztos, hogy egy óriási fájópont lesz az életemben, ugyanúgy, mint hogy az olimpián például a svédektől egyel kikaptunk az elődöntőben, és az volt ott az esély arra, hogy, hogy érmet nyerjek egy világversenyen a, a, válogatottal, de a válogatottal még van rá esély, Ezt úgy gondolom a BL-ben már, már kevesebb, hogy meg tudjam nyerni. Hát meg a válogatottal azért egy olimpiai negyedik hely is szerintem, pláne a addigi, meg az azóta elért eredményeket, az még így is elég kiemelkedő, de nyilván, hogyha az érem esére akkor é, a hát Persze, reálisan szanszon... nézve azért a, a, a férfi kézzel váltott azért nincs a világ négy legjobb csapatában, tehát hogy nem ez a realitás, de, de nyilván egy olimpián, mint mondtam, két meccset nyertünk a csoportba, utána nyolc között nyertünk egyet, és már négy között vagy. Tehát három, három győztes meccs már négy között vagy egy olimpián. Nyilván mondom, nagyon nehéz oda jutni, az olimpián is egyébként nehéz nyerni, mert jelen esetben Franciaországból lesz, tehát a franciák ott van, akik, a, akik, a világ egyik legjobbjai, tehát még a top 3-ban benne vannak, akkor Angliában volt, ugye volt egy Anglia, úgyhogy akkor mondjuk 11 csapattal lehetett csak számolni, meg mondjuk Los Angelesben sem nagyon hiszem, hogy az amerikaiak meghatározóak lesznek, de, de igen, hát a, reális, realitás azért a se az, hogy érmet fogunk nyerni, legalábbis velem, aztán majd utána lehet, hogy a jövő generációi úgy összeáll minden, hogy, hogy lesz eznek realitása is, de, de most azt gondolom, hogyha valaha, amikor nyernénk egy érmet, vagy négy közé jutnánk a az, az, erősen a bravúr kategória. De amikor a Veszprémben szerződtél, akkor viszont rögtön az első évetben Final Four döntőt játszhattatok? Ezt jól igen a Barcelonában játszottunk. Például abban az évben a Barcelona a döntőben egyértelműen jobb volt nálunk, tehát az, az fájó kimondani, de, de akkor nyilván megérdemelten nyert a Barcelona. A rákövetkező év lehetett nehezebb. Hát nyilván a kielcei volt az, ami, amire mindenki szintén emlékszik, aki szereti a kézlabdát, és, és nekem is a... Még nekem Szeged szurkolóként is fájt. Tehát te 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 az az, azt lehet a legfájóbbnak mondani, de én azt gondolom, hogy a várdárán is nyernünk kellett volna a döntőben. Aztán voltak olyan, olyan Final -ok, mint például a Kiel ellen, a Covid-os Final Four hosszabbítás után kikapni egy, egy szoros meccsen is, úgyhogy utána ki megnyerte. Hát ez benne van, tehát nem lehet mindig nyerni, de azt gondolom, hogy azt a, a Várdár ellenét, meg a, a Kielce ellenét, azt meg kellett volna nyernünk. A családot már emlegetted, és azt is, hogy ugye milyen fontos volt, hogy együtt is maradjatok, és Magyarországon éljetek. Azt úgy olvastam, hogy Veszprémben volt eddig a családi fészek, tehát ott éltetek, nagyon jó címeket lehetett olvasni. Tehát beírtam a Lékai Máté, és nem tudom, te mennyit röhögtél ezeken. Nem, sem. Nem, sem, sem nem, és nem, nem, és nem. Tett, hogy, Persze, nem is a te neveddel volt a cím, nyilvánvalóan, hanem Lékai kis Ramóna férje döntött, elköltözik. az első négy-öt találat csupa ilyen volt. Abszolút a clickbait cím, Nagyon jó volt, de visszatérve a családra, hogy lehet úgy megtartani a harmóniát télnek, hát akkor nyilván az igazolás az egy fontos dolog volt, de közben azzal is, hogy azért mégis, ahogy említetted, Ramona azért mégis egy ismert ember, ő is sokat dolgozik, ráadásul gondolom a társadalmi életet is kell akár vele vagy mellette élni. Ez hogy lehet egyensúlyban, harmóniában tartani a sporttal, profi sporttal? Ez egyébként egy ilyen idézőjelben, hogy mondjam, téveszme, tehát hogy ő egyáltalán nem dolgozik többet, mint mondjuk egy normál ember, most mondjam így, semmilyen negatív jelzővel, illetve ezt a normál ember, csak máshogy. Tehát, hogy ő lehet, hogy mondjuk dolgozik esténként, vagy hétvégenként, de mondjuk hétköznap lehet, hogy sokkal kevesebbet. Hmm. Ü, igazából logisztikán múlik az egész szervezésen, de, de az biztos, hogy szerintem több időt tudunk így is a a fiunkkal lenni, Ja, akkor, hogyha együtt élünk, tehát mondjuk van a bázis, vagy ha Budapesten, mert most kicsit káoszos, mert nem volt időnk erre még felkészülni, úgyhogy még itt albérletet kell keresni, ovit kell keresni, stb. Ha, ha, minden rendben van, akkor, akkor nagyon harmonikusan tud ez működni. Nyilván meg kell, össze kell fésülni mind a kettőnek a programját, de ő azért neki könnyebb azért a, a a tévét nem lehet neki mozgatni, de az összes többi dolgát azt, azt úgy próbálja szervezni, hogy mondjuk egy nap akkor dolgozik, és akkor utána itt a két napig nem. Most mondtam valamit, de vagy három napot dolgozik, és utána hármat nem. Az én programom a necesebb, mert én nálam ez egy ilyen hierarchikus rendszer. Tehát ami van, az, az, az egy fél percet nem lehet attól el eltérni, se semmi. Úgyhogy az enyémhez alkalmazkodunk, alkalmazkodunk mindig ez nyilván nem egy egyszerű dolog, de, de egyébként nincs semmilyen probléma ezzel. Hát ez egy olyan, szerintem mindenki minden kapcsolatban, ahol mind a két fél dolgozik, ez, ez azért ez felmerül mindenkibe, hogy, hogy meg kell oldani, hogy mikor, mikor ér rá a másik, és akkor próbál az egyik a másik az alkalmazkodni, aki jobban tud. E, és nyilván a legelső meg a fiunk, tehát minden, mindent annak rendelünk alá, hogy ővel minél többet tudjunk lenni, és minél többet tudjunk programozni, játszani, élményeket gyűjteni, stb. stb. Jó, ez a praktikus oldal, de mondjuk tényleg a teleparti kárdék, nem befolyásolja az edzésmunkát, vagy kell, kell neked ilyen jelenése, vagy ilyeneken is jelen lenned? Egyáltalán nem kell, de szerintem marami de, de sincs jelen ezeken egyébként. Tehát, hogy az, hogy mennyit írnak az újságok, az mindannyian tudjuk, hogy az nem egyenesen az, hogy mennyit akar ő szerepelni, hanem egyszerűen csak írnak róla, ha már egy képet kirak, vagy bármi történik. De ilyen celepartikon én még életemben nem voltam. Ha mondjuk egy divat bemutató annak számít, akkor lehet, hogy voltam, de mondjuk azon is egyszer mondjuk a hat év alatt. De nincsenek ilyen celepartik vagy bármilyen, meg ha vannak is, akkor is mi válogatjuk meg, hogy el akarnánk-e menni, vagy nem. Tehát nincs ilyen, hogy most neked kötelező ott lenni, vagy, vagy nem. Arra, ami általában az ilyen eseményeken egyébként, ha ott van, akkor nem mint vendég, hanem mint műsorvezető van ott, tehát igazából dolgozni megy oda. Engem, nagyon érdekel, hogy, hogy te azt el tudod képzelni, nyilván nem most, hiszen még aktív pályafutásodat élet, de hogy az aktív pályafutásod lezárulta után el tudod képzelni azt, hogy mondjuk lássunk téged egy farm VIP-be, hát nem egy való világban, de egy olyan, egy olyan reality műsorban esetleg megpróbáljanak téged beszipkázni, akár egyedül, akár Ramival. Van erre nyitottságod? Hát most azt mondom, hogy nem, egyáltalán nem. Vannak olyan műsorok, amik amúgy tetszenek. Például én a Balázséknak a gyertek át, ott azt, azt, szerettem azt a műsort. Például, uh, te, tehát én azt a műsort például szerettem. Ezúton is szólunk nekik, hogy tessék. <laughs> én, igen. Ha és, ráér, Máté. Igen, én azt szerettem. Ja, nem én, hanem csak kezdjék el újra gyártani. Tehát, mert azt hiszem, nem, nem nincsen most már a műsoron. Tehát vannak olyan műsorok, amik tetszenek, de az, hogy elmennék -e, tehát ilyen farmi IP, meg, meg konyhafőnök, meg nem tudom, akár dancing, meg ilyenek, az se és se füzemtok, meg amúgy is, tehát ilyenekben nem mennék el, inkább a sport, sportműsorokhoz kötődök inkább azokat. Egy jó exatlon. Ah, igen, hát annak még a szabályt nem tudtam megérteni, de, de, de nem, ö, nem, tehát ilyen sport, NBA, NFL, kézilabda, foci, stb., tehát ezekbe inkább elmegyek szívesen, vagy egy ilyen trash talk, vagy stb., ilyen, ilyen háttérműsorok, azokba szívesen szerepelek, meg érdekel is, tehát igazából én döntöm el, hogy mit szeretnék, hogyha hívnak olyanokba, amik, amit szeretek, vagy kedvelek, akkor oda elmegyek, de ilyen műsorokra egyelőre nem gondolom, hogy én, én valahogy is szerepelni fogok. És akkor ide kapcsolódott az a kérdés, hogy hogyan látod magad esetleg tíz év múlva? Tehát nem most egy-két éven belül, hiszen nyilván még azért reméljük, hogy aktív a pont, hogy beszéltük az olimpiáig mindenképpen, de akár tovább is, de utána mondjuk tíz év múlva maradnál a sportnál, kézilabdánál? Hát ugye azt szokták azt mondani, hogy van még négy jó, meg négy szar éved. <laughs> <laughs> Viccet félretéve tíz év múlva. Hát ez, igen, tehát ez hamarabb el fog dőlni, hogy hol leszek. Én szívesen maradnék a, a sport környékén, nem, nem egyértelműen csak a kézlabda környékén, tehát ilyen, ilyen sport háttérmunkát szívesen végeznék, akár ilyen marketing, vagy merch dolgokban, vagy, vagy ilyen kapcsolattartás, vagy szervezés, vagy stb. szívesen, de ez még az a zenéje, hogy hogy mi legyen, de a kézlabdán belül is lenne olyan pozíció, mondjuk ilyen kisgyerekeket felkutatni, tehetséges gyerekeket, ilyen scout munka szerű, az, az szívesen, vagy, vagy akár a vagy akár a, a ját, nem, nem is az, hogy menedzser, vagy ne, ilyen csapatmenedzseri poszt, vagy ilyen pozíció is szívesen. Tehát azért láttam elég dolgot, azt gondolom már a karrierem alatt, hogy, hogy hogy működik egy csapat, hogy működik, mire van igénye játékosoknak, egy edzőnek, egy, mi, mi kell ahhoz, hogy, hogy ez harmonikusan működjön eredményesen. Úgyhogy ilyenben el tudom képzelni magamat, de ez majd a jövő zenéje, hogy, hogy milyen lehetőségek, vagy milyen, igen, milyen lehetőségek lesznek majd akkor, amikor eljön az a pont, amikor azt mondom, hogy hogy akkor elég volt, és, és, és akkor abba hagyom. De aztán, ha ebből lesz semmi, akkor majd akkor is ki fogom találni, hogy, hogy milyen fogok kezdeni. Nem ragaszkodok görcsösen ahhoz, hogy most az 1542. kézabda edző legyek itt Magyarországon de akkor nem, nem látod magadat uh, esetleg most még tíz év múlva a pálya vezetőedzői pozícióba, hogy Elek Gáborral egymásnak estek egy <laughs> <jelentlő situációt. gül> nem, 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 nem. Semmi baj, az edzői szakmával. Én nekem az egyetlen idézebb bajom vele, hogy, ö, hogy a, egyrészt ugyanazt az életet éli, de, tehát ha én egyszer abban a kézabdát, azon mellett, mint hogyha csak mondjuk, hogy egészségüleg nem bírom, vagy béna vagyok már, vagy bármi, hogy, hogy, egyszerűen az életemet nem én irányítom, hanem nem én szabom meg, hogy mikor, mit csinálok, nem én, stb., hanem egy ilyen, tényleg egy ilyen hierarchikus rendszer van. És egy edzőnek ugyanez, tehát hogy ugyanúgy ott vagy edzésen, ugyanúgy nincs hétvégéd, nincs ünnepnapod, edzőtábor, stb. Plusz. Még otthon is. Plusz, plusz ugye egy edző, most dolgozom most egyik nap, mondjuk Elegával Budapesten, kirúgnak, és akkor utána mi? Utána lehet, hogy most mondjuk tudom. Kisvárda. Én, ja, vagy bár, igen. És akkor, és akkor utána Kisvárda, utána hol? Lehet dolgozó Németországba. Utána hol? Dolgozó Francia. Tehát, hogy azért egy család mellett ez, ez nem olyan egyszerű már, azt gondolom. Nyilván persze nagyon szép szakma, meg stb., de, de az edző kérdésben én, én azt mondom most, hogy az szinte kizárt, hogy én edző legyek pedig kurva jó hát aki irányító, az gondolja is ezt Magyarországról. Ennyi. És a, a melót félretével még az miatt beindítottuk az adást előtte ö, beszéltünk arról, hogy van egy másik cél is, ami esetleg ö, majd lebeghet a szemed előtt, hogyha szögre akasztottad a cipőt futás tekintetében. É, igen, ez egy régi vágyom hogy lefussam a, lefussam a maratont. Ö, nekem régi álma, hogy a New York maratont fussam először de azt gondolom, hogy, hogy erre majd visszatérünk a bajtam, és a térdemel is meg kell beszélnem ezt, hogy, jó, hogy gondolja, hogy 40 km futok betonon, de, de én biztos vagyok benne, hogy ez, ez, teljesülni fog amúgy. Szerintem, szerintem hogy mindenki le tudja futni a maratont, aki le szeretné, csak edzeni kell, felkészülni, profin, és akkor hát nyilván nem, nem a busz fog felszedni a végén, a, aki, de, de hogy Mindegy, hogy, hogy tehát nem az a célom, hogy most a kipcsogét megszorongassam a utolsó 200 méteren, hanem hogy, hogy valahogy becsaszogják a, a, célig. Neked, nekem sikerült akkor valószínűleg azért, neked is összejött. A sportoló sztár sportoló, tár sztár fogalom párított még eszembe, mikor fölmerült a neved. Már valószínűleg azért is, mert van egy sztár Ebben, ebben a, a spektrumban te hova teszed magad? Mert szerintem azért főleg kézlabdában nem biztos, hogy vannak annyira ismertek, mint te. Hát nem tudom, hogy hova teszem magam ezzel, nem is soha nem gondolkoztam. Nyilván én azért is. Van egy oldala, az, nyilván nem vagyok álszent, van egy oldala a sportszakmai eredményeim miatt vagyok egyrészt ismert, a másik oldalt meg nyilván a Ramona miatt is sokkal többet láthatott esetleg olyan ember is, aki mondjuk a kézlabdát amúgy nem nézi. Nyilván ez a kettőt összeadódik, lehet, hogy ezért vagyok mondjuk ismertem Magyarországon, mint mondjuk egy, egy hasonló eredményekkel rendelkező kézlabdajátékos, de ez engem soha nem foglalkoztatott, egy mondom őszintén nem ez vezérelt, hogy most én ezért ismer, sztár, stb. legyek. Ez így, ez így van, ezzel nem foglalkozom, megmondom őszintén egyáltalán. E Ferencváros, térjünk vissza még végül ide. Ferencváros, mi a, mi a cél? Mit, mi az, amit, amit szeretnél? Mivel lennél elégedett ennek a szezonnak a végén a Fradival? Ha nagyon-nagyon elégedett, akkor egy Európa-liga csoportkör és egy harmadik hely. Az tényleg az az álom kategória, azt gondolom, annál, annál sokkal jobbat nem lehet elérni. Azt gondolom, mert azért legyünk rá, és a Szeged Veszprém Magyarországon minden szempontból azért mindenki fölött van, de az egy nagyon-nagyon tényleg az földön túli boldogság lenne. A nemzetközi kupa indulás jövőre is, és mondjuk egy negyedik hely azt gondolom az az a alap, vagy hogy mondjam, és mondjuk azt, hogyha mondjuk jövőre nemzetközi kupa is idén bejutunk a csoportkörbe, akkor, akkor is azt mondom, hogy akkor, akkor is elégedett vagyok. Minden lennél kevesebb, akkor azt gondolom, hogy az egy elégedetlen, vagy egy sikertelen szezon. De egyébként azért a Fradi egy komoly nagy klub, még hogyha kézlabdában egy picit ezért hullámzó is a, a, története, nem lehet hosszú távon egy harmadik erő, akár a Fradi vannak ilyen elképzelések, vagy te most azért a nagyon hosszú távú koncepciót azért nem biztos, hogy ismered a Fradinál? Um, vagy nem mondod el? A, azért látni kell a, szerintem az országnak is a realitásait, tehát hogy azért nem gondolom, hogy három olyan nagy klubra van szükség, mint mondjuk a Veszprém Szeged is még legyen, lenne a Fradi, a Fradi is. Fradinak van egy koncepciója, van egy küldetése. Ő azt választotta, hogy magyar, csak magyar játékos van a csapatban. Fiataloknak ad lehetőséget, fejlőd, fejlődnek ők, pláne hogyha nemzetközi kubába tudnak indulni, tényleg nagyon sok tehetséges játékos van, akik biztos vagyok, hogy biztos lesz belőlük jó pár BA játékos is. Ők ezt választották. Ö, nyilván a tatabánya is ott van, mint harmadik erő, tehát én azt gondolom, hogy a, a tatabánya anyagilag bizt mindenképpen a harmadik erő Magyarországon a kézlabdában, és utána jön csak a Fradi vagy a Füred, de, de nyilván azért nem minden a pénz. Tehát még, még egyszer mondom, a Prime, vagy a fradi csak magyar játékos van, rengeteg utánpótlás vállalatott játékossal, vagy, vagy, éppen kiöregedett utánpótlás játékossal. Itt az a cél, hogy, hogy, ebből kihozzuk a maximumot, ami, ami jelen esetben reálisan azt gondolom, hogy a maximum a harmadik hely lehet itt Magyarországon. Aztán, hogyha egyszer-egyszer elkapnánk a Szegedet-Veszprémet egy-egy meccsen, akkor szerintem mindenki nagyon-nagyon boldog lenne. Hát én, egy... hogyha a Szegedet. Hát illetve véletlenül azért Magyar Kupában is előfordul, hogy mondjuk a véletlenül egy Veszprém-Szeged nem csak a döntőbe jön össze, hanem hamarabb is, és akkor az is egy érdekes dolog, hogy még eljárt jutni a döntőig. Hát és... Veszprém döntő volt, ugye legutóbbi is a magyar hát Kupánban. Igen, és a legnagyobb győzelmet arattuk. <gül> <gül> Amihez gratulálunk, és amúgy én szerintem csak visszatérve arra mondtad, hogy nyilvánvalóan ö, csalódásként érted meg, de én azért mindig, hogyha valakinek azt mondom, hogy ismerem Léka Imátét, akkor azt elég büszkön mondom, és én azért gratulálok ehhez a karrierhez, illetve ezekhez az eredményekhez, úgyhogy azt megértem, hogy úgy, hogy ott voltál, és lett volna más lehetőség, de szerintem erre azért később majd biztos jó lesz visszanézni. Ez biztos én is azt gondolom, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy például Lukács Péter volt, vagy most a Bognár Alex, mindig azt mondom, hogy én csak azt kívánom nektek, hogy minimum annyit átéljetek, meg elérjetek, mint én, de inkább többet, és akkor szerintem ők is nagyon boldogok lesznek, mert azt gondolom, szerencsés vagyok, hogy ennyi siker, akár csalódás is, de, de hát nyilván azért nem rossz csalódás, hogy egy BL utólag, de azért de ott voltam. Én mindenkinek azt kívánom, hogy, hogy tényleg legalább ennyit elérjen a karrierében és, 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 sőt, szárnyaljon túl sokkal, nyerje meg a bélet stb. stb., stb. De, de, a minimum annyit, mint én. De akkor azért még a te karrierednek sem sincs vége, úgyhogy akkor sok sikert kívánunk. A Fradival is, illetve majd akkor a VB-re válogatottal. De még mielőtt eleresztenénk, szeretnénk megkérni, hogy dedikáld egy szurkolói mezünket, mert hogyha az sikerül, akkor azt majd kisorsoljuk a hallgatóink között. Rendben. Máté aláírta a mest, úgyhogy ezt is köszönjük neki. Majd sorsolunk, és a sorsolás részleteiről egy külön Facebook bejegyzésben lehet majd értesülni, de mindenképpen érdemes megnézni, és az már ott vagytok, akkor természetesen bekövetni a középkezdők Facebook oldalát is. Na de, jöjjönnek más témáink. Daniel Rich, azaz gazdag Daniel. Nagyszerűen teljesített az MLS-ben, egymás után nyert kétszer 6 0 a csapata, és az egyik meccsen egy, a másokon három gólt is vágott. Igen, és az egyik ráadásul az a szokásos kis alá pöccintős, amit ugye az angol válogatott ellen is láthattunk. Hát gazdag Daninak azt hiszem, hogy az élete szezonja, amit fut, és beszélhetünk arról, hogy az MLS nem a világ egyik legerősebb ligája, de az biztos, hogy szerintem benne van a világ mondjuk 10-15 topligájába, és az is biztos, hogy szerintem erősebb, mint a magyar bajnokság, úgyhogy gazdagban is szerintem most nagyon jó szezont fut, és nagyon szép, tetszetős gólokat vág. És látszik, hogy örül neki, éli a játékot, a válogatottnak is nagy hasznára lesz, hiszen hamarosan ha jönnek itt a szeptemberi mérkőzések a válogatott házatáján. Amire nem sikerült jegyet vegyünk. Hát amire nem sikerült 100 Százezer honfitársunkkal egyetemben volt, akinek sikerült, volt, akinek nem. Hát ez a 200 es számom, úgy nem tudom, hogy hogy Ez mennyire reális, igen, de hát ami engem igazán fölbosszantott, hogy a drága bátyám úgy a terveztünk kimenni Lipcsébe, és ma reggel 10-től árulták a jegyeket Lipcsébe, 2000 vendégjegy, és 10 perccel azután, hogy elindult a jegyértékesítés, már nem volt jegy. Hát idegileg ki vagyok. Értem én, jók a fiúk, de én mindig ott voltam. Én ott voltam, amikor izrael -el barátságosan 0 0 játszottunk. Én ott voltam, amikor már tázsikerült éjszakére kellett 0 0, 0, -0 Én voltam a kazak hazai zsákmányok. Hát mindenhol, és akkor nem volt senki ott. Most meg elviszik a jegyeimet. De jó, de azért, aki Németországba kimegy, az a 2000 szurkoló nagyjából ők szerintem a, a leglelkesebb tábortagjai, nem? De én is ki akartam Jó, menni, mehet, haver! Hát ki ezt mehetsz, nem hiszem el, mehetsz, ha bárki mehetsz. tud segíteni, ha bárkinek van titkos jegye, infója, bármi szóba jöhet, akkor Lipcsében nagyon kimennék, úgyhogy segítsetek, kösz! Ha már emlegettük az MLS-t, akkor azért említsük meg Sallóit is, aki szintén győztes gólt lőtt a múlt hétvégén még a San Jose Earthquakes ellen. Viszont... És ő is azért ott lehet majd a válogatott bőkeretében ezeken a mérkőzéseken. Hát szalaj, ahogy hát. Ahogy amúgy... Ö, Sőn Szabolcs is, aki eddig ugye nem kapott játéklehetőséget Dallasban, de most hazatért a Fehérvárhoz, a Videotonhoz, és ismét szem előtt lehet Márkó Rosszi kapitánynak, sőt, ha játéklehetőséget kap, akkor szerintem még a jó öreg Sőn Szabi is visszatérhet a válogatottban. <laughs> <laughs> Az úgynevezett de várjál új, új effekt, effekt, technika én is próbáljak ki egyet, figyelj. Ne, ne, ne. Nem, ezt akarom. Jó, le van a gyerek, ha játszik. Ez már csak azért is volt jó hangeffekt, mert átkött a kis magyar valóságba bennünket én, mikor először megláttam ezt a hírt a Csak Focin, akkor bíztam benne, hogy én vagyok az egyetlen, aki elolvasta aztán a teljes eredeti forrást a Nógrád megye online-on, aztán láttam, hogy tulajdonképpen az összes valamire való hírportál lehozta azt a hírt, hogy botrányba fulladt a kupa meccs Szerencsére a legtöbb hírportál most kivételesen nem copy ezt a cikket, hanem átírták egy kicsit sablonosabb megfogalmazásba, és így elveszett belül de az az íz, amit az eredeti megfogalmazás tartogatott, úgyhogy ezt most enged meg, hogy felolvassam neked. Jöhet, már maga, maga, az a mondat szerkezet is gyönyörű, ahogy ez elhangzik. Kurta furcsa módon ért véget a Silver Tüzép karancslapűtő FC 60 labdarúgó magyar kupa mérkőzés a Nógrádi együttes pályáján szombaton késő délután. A megyei első osztályban szereplő karancslapújtő az MB3-ban játszó 60-nal játszott, de fél óra elteltével már három gólos hátrányba került. Juhász Dávid játékvezető a 34. percben előbb a lapüjtője kapusát állította ki, majd ezután ugyancsak piros lapot kapott két mezőnyjátékos és egy csere is. A nyolc főre fogyatkozott hazagyak innentől kezdve már nem lehettek komoly ellenfelek. A második félidő elején újabb gólokat kaptak, így 5-0 lett az eredmény, majd jött egy újabb piros. A találkozót körülölelő körülmények, elsősorban a közönség magatartása miatt a játékvezetői és segítői nem érezték magukat biztonságban, amihez a hírek szerint a rendezői gárda sem járult hozzá tevékenyen, így Juhász Dávid idő előtt véget vetett a kupamecsnek. Így a Azért megvan ennek a maga romantikája. Látom magam előtt, hogy három negyed órával a mérkőzés kezdete előtt hangosan fölkiáltanak, miután bírói felszólításra a főrendezőnek szólnak, hogy kellenek még rendezők, és elkezdenek ilyen sárga mellényeket osztani ingyen sörére, ami hasonló tudok elképzelni. A sárga mellz ugye, mint tudjuk, ez teljhatalmat jelent. Jaj, hát figyelj, a magyar kupában ebben a fázisban, ugye a második körnél tartunk ott a főtáblán, azért megvan ennek a varázsa. Hát itt nagyon finom összecsapások vannak, és hát úgy látszik, hogy a karancslapújtőjeknél egy kicsit elgurult a gyógyszer, de hát én nem tudom, kár, hogy ide a trollfotisok nem jutottak le, mert ez egy igen kifinomult mérkőzés lehetett. Biztos vagyok benne, hogy innentől kezdve egy fontos destináció lesz számukra a karancslapújtő. Lapújtő, ha még nem volt. De amúgy máshol is voltak izgalmas mérkőzések, például Lentiben, Lentiben. Zala -megye. a Zala megyében. A Budapest bajnokság első osztályba frissen feljutott Issimo Ese játszott irgalmatlan mérkőzést, tehát 120 perces mérkőzés lett a vége, és folyamatosan váltakozott az állás, és végül egy góllal nyert az öreg Issimo, de azt hiszem, tehát 4 3 ról jött, 4-re minden esetre egy sok gólos meccsen egy gólos győzelmet arattak, és ez azért nagyon érdekes, mert vannak ilyen kis csapatok, akik így most várhatják a következő forduló sorsolását, ami amúgy majd uh, szerdán lesz a Vasas Fradi meccs után késő este, és ebben a fordulóban már bekap az MB2, MB1-es csapatok. Iszimo Úgyhogy... 3-4, hát lenti, 4, lenti Iszimo 3-4. Lenti Iszimo 3-4, de azt hiszem, hogy ezeknek a kis csapatoknak ez egy nagy élmény, és azért például egy ilyen csapatnak, mint az Issimo, ugye nincsen saját stadionjuk, de talán a Reac stadion a hazai pályájuk, mondjuk a Reac stadionba egy Issimo Ferencváros összecsapás, vagy valami hasonló izgalom, de akár csak, hogyha azt mondjuk, hogy eljön hozzájuk a másodosztályba a Diós Győr, akkor szerintem ez egy nagyon nagy élmény lehet. És ne felejtsük el, hogy ezek a kis csapatok azért is versenyben vannak, hogy az a két Megyei osztályú csapat, aki a legtovább jut ebbe a sorozatba, ugye emlékezz vissza tavaly az öreg Szegedi Pizza Monsters? <gül> <gül> hát a, két, a nevét. A két legalacsonyabb meg osztályú ülött. csapat, akik a legtovább jutnak, ők játszhatnak az Amatőrkupa fináléjában. Úgyhogy azért van tétje ennek a kupának, meg van. Hát, ha valamilyen vannak a tétje. Na, a másik nagyon-nagyon fontos hír, ami mai, hát ugye pár napos lesz, mikor kikerül ez az adás, de nem mehetünk el mellette, az, hogy Walter Atti a Jumbo Viszmánál fogja tovább folytatni a karrierjét, ugye országúti kerékpárosunk, amit tényleg már az Eurosport bringás Facebook oldal is így fogalmazta meg, hogy az mintha a Real Madridnál játszana, és ebben semmi túlzás nincs. Nézzük, hogy próbáltam valami olyan infót találni, ami eddig nem hangzott el a főbb hírekben, Ugye ő eddig az FDZ Krupama csapatában tekert, ahol a legjobban fizetett versenyző az Tibó Pinó volt, és ő keresett két millió eurót évente, de a top 20 bringásban nem volt más, ha jól láttam, grupa más ee, biciklis, és nyilván ő Pino volt a, a, number one e, kerékpározó csapatban. Itt a Jumbo Viszmánál ott van például Wood van Aert, a belga, ez egy holland csapat, és ők keres 2,2 millió eurót, tehát többet is, mint Pino, és hát ott van Primoz Roglic, aki a szlovének nagy kedvence, az elmúlt három vueltát ő nyerte, és ő is 2 millió eurót kap évente, és hát ott van még Jonas Vingegaard is, aki bár a fizetési listán idén tavasszal még nem volt ilyen magasan, de hát megnyerte a túrt, úgyhogy valószínűleg komoly szerződést harcol majd ki magának, bízunk benne, hogy Attila meg egy komoly pozíciót fog majd kitekerni magának. Hát bízunk benne, de minden esetre csak abból, amit elmondtál, ebben nagyon-nagyon kevés dolgot értettem, de azért Euró, ezek millió. nagy összegek ebbe a sportágba? Úgy van, hogy a szlovének sztár kerékpáros, a Tadej Pogácsár, az UAE csapatába tekerő, a legjobban kereső bringás, ő 6 millió eurót kap évente, de azért az a top, utána már inkább ilyen 5 és 3 és fél, és, és így gyakorlatilag csökkennek ezek az összegek, tehát ezek az összegek, amiket mondtam, az a top 20 bringás keresetben vannak, valószínűleg azért Atit nem ennyivel kínálták meg, csak ezzel azt akartam szemléltetni, hogy milyen komoly nevek és milyen nagy sztárjai tekernek a, a Jumbo Viszmánnak a csapatán belül. Úgyhogy hát azért... Hát meg azért valószínű, hogy Atinak se kell tagdíjat fizetnie, mint nálunk hidegúton, tehát akkor ő is valószínűleg látok kell, jól, 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 jól fizetni, akkor, jó, kell jó, jó, fog kapni. Akkor engem nem láttak a csapatban. Ez egy nagy dolog. Valószínű. Akkor erre büszkék lehetünk. És hát reméljük, hogy jövőre akár valamelyik izgalmas versenyben láthatjuk őt a csapatban. Igen, egy három hetes, az biztos kinéz neki, hát gondolom a Giro, mint ahogy idén is, és tavaly is, de hogyha el tudnák vinni még egyre, az lenne az igazi finomság. Ugye a legutóbbi adásunkban Monokéle Hellel estünk bele egy kis esélylatolgatásba, és akkor, ha jól emlékszem, az volt a közös konszenzus, hogy valószínűleg a Ferencváros lesz az, aki valamelyik európai e, kupának a csoportkörében e, folytathatja, sőt, akkor már biztos volt, ha más nem, akkor az LKL biztos volt. E, szerencsére a Fradinak sikerült e, venni az akadályt, az ír bajnok sem Rockrowers ellen egy 4 1 összesítéssel sikerült tovább menni, a hazai pályán egy sima 4-0, de azért Írországban, Dublinban e, megfricskázták a Fradit, e, hát egy borzasztó meccs volt, tehát uh, borzasztó volt nézni nem, is. Azért, uh nem ajánlom senkinek, hogy visszanézze ezt az összecsapást. Minden esetre a lelkes írek bizonyítottak, és hát nekik is egy hatalmas dolog volt, hogy így, ha más nem átestek az Európai Konferencia Ligába. Viszont a Fradi, a Fradi, akiért mi továbbra is szoríthatunk az össze, az Európa Liga csoport körébe bejutott ezzel a négy egye, és meg is volt a sorsolás, és hát azért nem mondhatjuk, hogy Gerazoli keze szerencsésen húzott, mert bár ilyen igazi nagy sztárcsapatokat, mint a Manchester United, vagy az Arsenal azért, meg a Róma elkerültünk, de hát azért igen kemény ellenfeleket húzott ki Zoli a Talán az első kalapból mondhatjuk el, hogy egy olyan csapat érkezett a Szren az Ezda Igen, az első kalap egyik leggyengébbje. Igen. Tehát az mégis egy első kalapos ellenfél. Mégis egy első Szrena kalapos, az az Ezda Belgrádba azt hiszem, hogy mind a hangulat, mind pedig minden egyéb is egy igazán nehéz küzdelem De a lesz. A top csapatok se feltétlenül nyerni járnak. Pontosan. Illetve ezen kívül azért a kettes kalapból a Monaco, ha most nem is nagyon tudunk hirtelen kiemelni olyan igazán nagy sztárokat a Monakóba jelen pillanatban, Fisszán azért csapatként. Neked nem nagy sztár például? Hát nekem nem nagy sztár, de ettől függetlenül csapatként azt gondolom, hogy egy igen erős ö, klubbal találkozhatunk, és a, ami, viszont, a, ami, viszont, meg aztán végképp nagyon erős, az, hogy a négyes kalapból, tehát emlék a Fradinál egy gyengébb kalapból, azért az a Trabzonspor az egy, az egy igen erős csapat lesz. Úgyhogy nem lesz könnye dolga a Fradinak, én ettől függetlenül azt gondolom, hogyha jól jön ki a lépés, akkor nem lehetetlen egy esetleges harmadik hely megcsípése, és akkor ö, talán tavasszal még egy EKL rájátszásban folytathatná a Fradi, de hát ez egy nehéz csoport. Én minden esetre nagyon ki akartam menni Monacóba, az valószínűleg nem fog összejönni, de Belgrádba vagy Trabzomba mindenképpen ki fogok nézni, úgyhogy valamelyik mérkőzésről be fogunk jelentkezni a oldalán, és ezt megígérhetem, úgyhogy majd figyeljetek, hát, mert hogyha ö, utána nem lesz több adás, akkor vagy csak a Marcival az valószínűleg az életet, mert Belgrádba kicsit elkapták a grobancomat. Vagy mert megsértőtél rá, nem mentem veled. Igen, fogadjunk, hogy a Monakónak a 2004-es BL döntős csapatából több ember tudsz elmondani, mint a mostani keretből. Vagy abból sem egyet sem. Fél lövés sem nincsen gyakorlatilag. A 2004-es csapatról. Olyan rövid az hát, agyam, hagyjam, nem tudom semmire. Dátó nem emlékszel. Hát, a legszomorúbb, hogy a 2004-es Fradiból se tudnék sok nevet mondani. Hát a tököli, Mondjuk egy, egy a Sorin volt. Botis, szerintem az ott volt az öreg Botis. <laughs> Szűcslajos. a gólokat. Szűcs Lajli, kispadon mögötte Udvarec Milán és hát a megboldogult Berki Krisztián. Tőzsér. Tőzsér Dani. Dani. Uh, szerintem még talán Marek Pengsza is volt. Na, én többet Nagy nem mondom, nekem volt. mindegy. Na, mindegy. E, figyelj, ezek rég voltak haverizni. Jó, én jó zárjuk gyorsan adásunkat a kötelező starsport ravattal, mikor Kótai Misi és Erdei Zsolt nyert egy komoly budapesti boxgálnán, akkor a szárnyaló madár elsöprő tornádó címet adták a társportnak, mert hogy ugye tornádó becenévre hallgatott Kótai Misi, eddig nem is emlékeztem rá, ez már nagyon erős volt szerintem. De mit rejt a belcsíny? A nyolcadik oldalon. Nem, azért ennél tudsz nekünk mutatni. Ennyi volt a spanyol bajnokságról szóló cikknek a címe, hogy Victoria Beckham. Mert hogy végre nyert a Real vezetésével. És ezért úgy gondolták, hogy fontos így a felesége nevével eljátszani, és ezzel a szóval, amit a Viktória név jelent. Na de, ami, ami szerintem ma már nem nagyon szerepelhetne így egy újságban, Johann von Lantenről szól a cikk. Ja, Johann von sem. Lanten a kevés, akkor még viszonylag kevés uh, színes bőrű játékosa volt a svájci válogatottnak ezért azt a címet sikerült adniuk, hogy a csoki bőrű svájci tinisztár. És gondolom, itt azért a svájci csokira is azért egy kicsit akartak reagálni hát, igen. Ezzel. ez azért ma lehet, hogy elesne egy izé. Ez szerintem már nem menne át manapság. Bár Úgy, hogy most azért, haver, azért néha a nemzeti sportban is olvasok olyan sorokat, hogy azért elgondolkozok, hogy ezt mindenki jól átgondolja, de mindegy, ebben most nem menjünk be. Lehet van a szerkesztőség között. Vagy szerkesztőségek. Fölírtál egy nagyon fontos programajánlókat? Ja, nem, én csak egy nagyon fontos programaját írtam föl, és szerintem még az adásunk ki is jön a mérkőzés előtt. Tehát hölgyek, urak, azért beindultak az amatőr foci bajnokságok is, és hétvégén kezdetét veszi a Budapest másod osztályának küzdelmei is. Vasárnap három órakor pedig Pest hidegúton a Pokorni József, az E-Stádió de Pokorni József stadionba Ö, sorra kerül majd egy Hidegkuti SC Mun SE mérkőzésre. A Mun SE az a Magyar Utánpótlás Nevelésért Egyesület, vagy valami sportegyesület, valami ilyesminek a rövidítése. Minden esetre ők tavaly még a budapesti első osztályba szerepeltek, onnan estek ki, úgyhogy egy igazi rangadóval kezdjük a szezont. Nyilván illene mindenkinek zöld fehérbe érkeznie, és egyértelműen a hidegkuti szorítania. Nem, mint hogyha részrehajló lennék, de azért de csak miért? a hidegkút. Hát persze, és, és, hát ne felejtsük el, hogy ez a Hidekútnak az századik jubileumi éve. Le, úgyhogy idén nagyon-nagyon küzdünk egy esetleges éremért. Azokat, akik szeretik a focit, azoknak azért, akik nem szeretik a focit, azoknak szintén azért, ajánlom, hogy járjanak hidegkútmencsekre. Pató, téged nagyon régen láttunk a pokorniba, úgyhogy minden úgyhogy nagyon, az ajánlom, az neked, nagyon ajánlom neked, nagyon ajánlom neked. Nem mert... Lenémítottal a készvényeket. <laughs> ezt, ezt, ezt üzenem még neked, Pató. <laughs> Jó, adásunk végeztével pedig meghallgatjuk, hogy mi a harmadik hangeffekt. Ó, oh, legalább végre valaki vannak rajtunk. <laughs> Jó, én azt hiszem, hogy ennyi volt már az öreg középkezdők. Követni el minket mindenhol, a YouTube-on, a Facebook-on, a Spotify-on, Spotify a SoundCloud-on, és most különösképpen csekkolni kell majd a Facebook oldalunkat, hiszen ott lesz a nyereményjáték. És nagyon-nagyon fontos, egy dolgot ne tegyetek, ne! kövessetek minket ki Facebookon, mert Na, a barátom történt. idegeit a barátom idegeit Rémámok rángatjátok. <laughs> Jó? Úgyhogy legközelebb jövünk, szerintem hamarabb, mint hinnétek. Adios.